Gönn Szabolcsnak hívnak, a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klubnak az utánpótlás edzője vagyok, illetve az egyesület tekintetében a titkára. Én az U8-as korosztályjal foglalkozom, de 9-en vagyunk edzők, akik a különböző korosztályokkal dolgoznak. A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub 1991-ben alakult, jövőre lesz 30 éve, hogy jégkoronggal foglalkozunk. Az alapító idősebb játékosok azok már ugye ennél régebb óta űzik ezt a sportot, mert a jogelőd, az nem tudom ki emlékszik még a Szavária sportegyesületre, ott indult egy évig, ott működött a jégkorong szakosztály. Igazából most U8, U10, U12, U14 és U18-as csapatunk van, illetve felnőtt játékosaink. Kétféle sportágban dolgozunk, ugye a fő profilunk az a jégkorong, és emellett a mögöttem látható pályán is ez az inline skater hoki bajnokságban veszünk részt Ausztriában, ez a holt szezonban, tehát amikor a jeges szezon nem tart, a nyári időszakban roppant barátságos körülmények között 30-40 fokban játszunk labdával és görkorcsolyával ezen a műanyag felületen. Ilyen pályák vannak még Ausztriában, és az is egy nagyon színvonalas bajnokság szokott lenni. Körülbelül 80 tagja van az egyesületnek, utánpótláskorú sportoló, akik a most induló szezonba fognak versenyezni. Ugye az U8-as korosztály a kezdő, akik 5 éves kortól kezdhetik már meg nálunk a korcsolyázás alapjait, és aztán utána a jégkorongot. Ugye mivel ez más mozgás, forma, idegen közeg úgymond a gyerekeknek, ezért ezt elég korán ajánlott elkezdeni. Tehát ez az 5 éves kor nagyjából az az ideális. A gyerekek fejlettségétől függően van, akinek ez még csak 6 évesen, van, akinek már 4 évesen is működik. Az alapokat meg kell tanulni, először korcsolyázni tanulnak meg nálunk a gyerekek. Megszeretik a sportágat, megszeretik a sportolást, a mozgást. Nem feltétlen az a cél, hogy NHL játékosokat neveljünk, inkább azt szeretnénk, hogy sokan sportoljanak, sportemberekké váljanak, és ezzel én úgy gondolom, hogy nagyon jó és nagyon hasznos tagjaivá a társadalomnak. Szabó Gábriel Noel vagyok, a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub játékosa, U14-es korosztályba játszok, és azért járok ide, mert egy nagyon jó időelfoglaltság, és nagyon sokat lehet tanulni az edzőktől, nagyon jó a közösség, jók a játékok, jó az edzés, sokat lehet szórakozni, és nagyon sok barátot, esetleg barátnőt lehet szerezni. Gyertek ti is jégkorongozni!